Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás április 9-éig. Április 6-án teli hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll, és a nap megvilágítja a holdat, és mi látjuk a teljes nagyságában. Egy teli hold azt is jelenti, hogy megvilágít valamit. Megvilágítja az élet utunkat, vagy egy bizonyos területet, egy témát, és megvan arra a lehetőség, hogy tisztán lássuk a dolgokat. Az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint a teli hold a szűz jegyében van. Ehhez hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológia az nagyon-nagyon precíz. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik. Az jelenti a reális dolgokat, gyakran az anyagiakat és a biztonság érzetét, amit ez a teli hold még jelenthet ebből a jegyből, hogy megvan a gyógyító erő, valamit átvizsgálunk, fontos és okos döntéseket fogunk hozni. Ez a teli hold Spica csillag hatása alatt áll. És Spica csillag az jelenti a termést. Tehát, ha mi most valamit kezdünk, az gyümölcsözni fog. És most megnézzük a kártyák jelentését. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható veled szemben a lelki társad, vagy ez a férfi utal a férfiakra. Ti odafigyeltek egymásra, hiszen te rátekintesz, és ő figyel téged. Itt a kártyák köztetek jelentik az, hogy mi köt össze benneteket. Itt van a szerencse, a férfi előtt a gólya, jelenti a változásokat. Előtted a virág csokor jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, vagy egy kreatív tevékenységed. Itt van a szerencse, és a halak jelenthetik az anyagiakat, az értékeket, és jelentik a belső értékeket is, hiszen te értékes vagy számára. Itt feletted ez a medve utalhat egy személyre, akinek szava van. Ez lehet az apukád, lehet a főnököd. A medve jelenti az életerőt is. És az életerő mellett itt van a kasza. A kassa jelentett bizonyos dolgokat, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. Lehetnek meglepetések. De a kassa el tud vágni valamit, és el tud távolítani valamit. Ha itt az élet erőről van szó, akkor jelentheti a hét elején azt, hogy fáradt vagy, hogy kimerült vagy. De meg lesz itt a szerencse és a jó kapcsolatok, hiszen a csillag kép az utal a szerencsére, azon kívül jelenti azt is a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és ez ad életerőt számodra, vagy itt egy személyről van szó, aki befolyásolni tudja az eseményeket, és olyan hirtelen, amikor nem számítasz rá, betoppan az életedbe. Ez a kapcsolat, itt látható ez a kapcsolat, sőt a szerződések, ez szerencsét hoz, vagy a halak itt a medve alatt jelenthetik azt, hogy ez a személy segít neked az anyagiakat illetően.
Itt látható a virág csokor, ez nem csak a te szépségedet jelenti, hanem egy szép környezetet, vagy egy kreatív tevékenységet, és ezáltal pénz jön a házhoz. Amit a virág csokor még jelenthet, egy meglepetés, egy ajándék, egy meghívás, és ez szerencsét hoz. Itt a gyűrű és a levél jelent szerződéseket, munkahelyi szerződést, vagy adásvételi szerződést, de jelenti a kapcsolatot is kettőtök között. Amit a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, és itt lesz egy jó hír. Ez szerencsét hoz, egy szerencsés fordulat. Itt láthatóak ezek a változások. Az ő feje fölött megjelenik a kutya. Ez utalhat házi állatokra is, de szimbolizálja a baráti kört. Itt vannak kapcsolatok, mivel a ház ott van a közelben, ez lehet egy meghívás, vagy egy látogatás is. Mivel előtte a gólya jelenti a változásokat, és a közelben megjelenik a ház, ez lehet egy költözködés is, és itt láthatóak ezek a szerződések. A háta mögött a madarak szimbolizálják a tavaszt, a könnyűséget, a kommunikációt. Nála vannak tervek, közeledik hozzád, lesz egy hír, változnak a dolgok, és hamarosan ő beszélni fog a terveiről. Az is lehet, hogy az ingatlant illetően, vagy a családi kapcsolatokat illetően itt lesznek komoly beszélgetések és változások. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!